Újabb selfie a pápával, a Szentatya sofőrének szemfüles fotója. Kezdődik a felvételi, a szakkollégiumok várják leendő lakóikat. Elfogták a gyújtogatókat, megvan, ki okozta a tüzet a kenyérszaporítás templomában. Köszöntöm Önöket, lássuk a részleteket. Ferenc pápa és a Szentszék is reagált azokra az eseményekre, amelyekre a napokban irányul a világ figyelme. A latin-amerikai útjáról hazafelé a repülő újságírói kérdése válaszolva fejtette ki a Szentatya a görög helyzettel kapcsolatos álláspontját. Ferenc pápa beszédeiben gyakran utal a szegények kizsákmányolására és felhívja a figyelmet a nélkülözők helyzetére. Dél-amerikai útján a népi mozgalmak tagjaihoz intézett szavaiban az új gyarmatosításról, a pénz bálványozásáról, a megszorítás politikájáról szólt, amellyel mindig a szegények nadrágszíját húzzák szorosabbra. Az apostoli útjáról hazafelé tartva egy újságírói kérdésre válaszolva a görögországi eseményekkel kapcsolatban is elmondta véleményét. Elmondása szerint allergiás a gazdasági életre, és ez még gyerekkorából fakad, mert édesapja közgazdászként hazavitte a munkát. Egyszerűbb lenne azt állítani, hogy a hiba csak az egyik oldalon van, mondta a pápa, aki nem érti igazán a helyzetet. Azt kívánja, hogy ne forduljon elő hasonló helyzet más országokban, mert a kölcsönök és az adósságok útjának soha nincs vége. A fogyasztói magatartás felborítja a gazdasági életet, a társadalmi igazságosságot, a testi, szellemi egészséget is, tette hozzá az egyházfő. Az iráni atomprogrammal kapcsolatban kedden született megállapodást is kommentálta a Szentszék. Federico Lombardi sajtószóvivő szerint a Szentszék pozitív fényben látja a megállapodást. A kiegyezés 9 év után született meg. A tárgyalások után létrejött egyesség nagyon fontos momentum, bár elkötelezettségre és folyamatos erőfeszítésekre a továbbiakban is szükség lesz, annak érdekében, hogy a döntés gyümölcsöző legyen, hangsúlyozta Lombardi, és hozzátette azt is, a megállapodás pozitív gyümölcsei remélhetőleg nem korlátozódnak csak az atomprogramra, hanem tovább gyűrűznek majd. A világ legjobb pápás szelfieként emlegetik azt az önfotót, amelyet Ferenc pápa sofőrje készített a Szentatya paraguayi látogatásán. A pápát rendszeresen rohanják le a katolikus hívők, hogy együtt fényképezkedjenek vele. Sebastián Gonzálesnek azonban ez nem adatott meg, neki ugyanis dolgoznia kellett, a pápa mobilt vezette, így egy pillanatra sem leállhatott a Dél-Amerikában vendégeskedő egyházi vezető mellé. A fiatalember azonban megoldotta a problémát, így a világon neki lett a legkülönlegesebb közös fotója az egyházfővel. Miközben a volán mögöttül a háttérben látszódik a pápa, ahogyan köszönti a paraguayiakat. 16. Benedek emeritus pápa kéthetes Castel Gandolfói tartózkodása után visszatért a Vatikánba. A nyári rezidencia a 17. század óta szolgálja több-kevesebb megszakítással a pápák pihenését. A volt egyházfő levélben köszönte meg a város polgármesterének a szívélyes fogadtatást, hálája jeléül pedig egy könyvet küldött neki ajándékba. Már felvételizhetnek a szakkollégiumokba a szeptembertől felsőfokú tanulmányaikat kezdő fiatalok. Szegeden a Kassab István, valamint a Szent Imre kollégiumokba július 30-áig várják a jelentkezőket. Az intézményekbe azokat a fiatalokat várják, akik egyetemi éveik alatt szeretnének egy elkötelezett és összetartó közösséggel együtt dolgozni, tanulni és kikapcsolódni. A kollégiumba felvételizőknek írásban és szóban is kell bizonyítaniuk alkalmasságukat. A jelentkezéseket az intézmények elektronikus, illetve postai címére várják. A világ szerzetes szemmel címmel hirdett fotópályázatot a Magyarországi Szerzetes Elöljáró konferenciájának irodája. A pályázatra minden kárpát-medencei magyar katolikus szerzetes jelentkezhet, akik fotóznak és műveik beküldésével szívesen szolgálják a szerzetesek megszentelt életévének küldetését. A részletek megtalálhatóak a szerzetesek.hu honlapon, illetve a Bonum TV honlapján is. Az augusztus 31-ig beérkező fotókat fotóművészekből és szerzetesekből álló zsűri értékeli majd.
A legjobb alkotásokat közös kiállításon nézhetik meg az érdeklődők, várhatóan a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán szeptember folyamán. Több ajánlatot is kapott az épp egy éve leégett Andrássy úti műemlékház lakóközössége az épület eladásra tervezett leendő padlás terével kapcsolatban, közölték a lakók közös üzenetükben, amelyet a Terézvárosi Önkormányzat tett közzé. Közleményükben azt írják, megtörtént a romok eltakarítása, mindenkinek van hol laknia, és kaptak egy védőtetőt is, amely átmenetileg védi az épület megmaradt részeit a további gyors leomlástól. A lakóközösség szerint a leggyorsabb és legbiztosabb megoldást a korábban megkezdett és évekkel ezelőtt abba hagyott tetőtérbeépítés megvalósítása jelenti. A közös egyelőre még nem létező padlástér értékesítésével. Tartozástól függetlenül mindenkit átvesz az állami gázszolgáltatást végző Főgáz. A szolgáltató nem vesz át követelést, így a fogyasztó tartozás nélkül kerülhet át. Így viszont az esetleges elmaradás továbbra is fennáll a korábbi szolgáltató felé, amely azt behajthatja. A már kikapcsolt fogyasztók mérőjét a Főgáz csak akkor indítja újra, ha az ügyfél kiegyenlíti a számláit az előző társaság felé. Két új autópálya szakasz került fel a nem fizetős listára a Nemzeti Fejlesztési Miniszter rendeletmódosítása értelmében. A jogszabály szombaton lépett érvénybe. A hétvégétől nem kell díjat fizetni mostantól az M43-as autópályának a Makó csomópont és az országhatár közötti szakaszán. Továbbá az M60-as autópályának a Pécs délnyugati elkerülő szakaszán, az 58-as számú, valamint az 5826-os számú utak között. Jövőre azonban három útszakasz a nem fizetős listáról kerül le. Milliárdos kárt okoztak az elkövetők tavaly az elektronikus pénzforgalomban bekövetkezett sikeres visszaélésekkel, derül ki a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett statisztikai adatokból. 2014-ben 49 esetben 1 milliárd 188 millió forintot tulajdonítottak így el illetéktelenek. A legtöbb pénzt internetes és mobiltelefonos csatornákon keresztül lopták el. Idén is megszervezik a Magyarok Kenyere jótékonysági akciót. Mint minden évben, most is a Baranyába érkező lisztből sütik meg augusztus 20-ára a magyarok kenyerét és az azt jelképező több ezer cipót. A megőrült liszt jelentős részét a Bőte Csaba vezette Dévai Szent Ferenc Alapítványnak juttatják el. A jótékonysági akció a kárpátaljaiaknak is segít a mindennapok túlélésében. Az összegyűlt kenyérgabonából tavaly elsősorban az állami támogatásban nem részesülő karitatív tevékenységet folytató, valamint gyermekoktatási intézményeket, líceumokat, árvaházakat támogattak. Idén ezt a kört kiterjesztenék más intézményekre is, például a nagyszőlősi Ferences Rendi Misszióra. Szinte üresek a menekülttáborok Málta szigetén, holott korábban túlzsúfoltsága miatt kritizálta az Európai Unió. Az okok a kormány intézkedéseiben keresendők. Málta apró sziget a földközi-tengeri menekültútvonal kellős közepén, Lampedusa környékén. Érdekessége, hogy míg Lampedusára özömlenek az illegális bevándorlók, Máltára évek óta alig érkeznek menekültek. Aki megérkezik, azt rögtön zárt táborba rakják. Korábban akár 8, most 3-4 hónapot kell lehúzniuk kemény börtönkörülmények között. A zárt táborok jelenleg üresek. Összesen 8 ember van abban a táborban, amelyet korábban a túlzsúfoltsága miatt kritizált az Európai Unió, erősítette meg a meglepő információkat a menekültekkel foglalkozó jezsuita szervezet munkatársa. A jezsuita vallási közösség nem a kormány menekültelenes lépéseihez nyújt támogatást, hanem humanitárius munkát végez. Részt vesznek a zárt táborokban élők egészségügyi ellátásában, pszichológiai és jogi segítséget nyújtanak, és támogatják a migránsok munkavállalását. Az ENSZ főtitkár Ban Ki-moon bejelentése szerint sikerült megállítani és visszafordítani az AIDS járványt.
A világszintű erőfeszítéseknek köszönhetően a szervezet becslése alapján 2030-ra teljesen meg is szűnhet a HIV vírus. A főtitkár elmondta, a következő 5 év döntő jelentőségű lesz az AIDS felszámolásában, amihez a HIV elleni harcra fordított eddigi évi 22 milliárd dollárt, jövőre legalább 8 milliárd dollárral kell növelni. A szegényebb országokban 2000-ben a HIV fertőzöttség még halálos ítéletet jelentett. Akkoriban a jelentés szerint világszerte 4300 ember halt meg naponta az immunrendszert gyengítő betegség következtében. A görög uniós megállapodásról az ország püspöki konferenciája is megnyilatkozott. Reméljük, hogy az egyezmény megszületésének bejelentését annak aláírása is mielőbb követi. Görögország az EU nélkül semmire nem jut. Így kommentálta a görög püspöki konferencia elnöke az EU csúcstalálkozót. Hozzátette, az egyezmény elengedhetetlen volt. Most meg kell tanulnunk még többet dolgozni és még jobban takarékoskodni. A püspöki konferencia elnöke összefogásra és egységre buzdít, amire, mint mondja, ma nagyobb szükség van, mint valaha. Letartóztatták az izraeli kenyérszaporítás templom feltételezett gyújtogatóit. A rendőrség több embert azzal gyanúsít, hogy június 18-án súlyos károkat előidéző tüzet okoztak az Észak-Izraelben található kenyérszaporítás templomában. A Bonum Hírek is beszámolt a tűzről, mely hatalmas károkat okozott a templomhoz kapcsolódó, újonnan épült bencés monostor épületében is. A feltételezett elkövetőket az izraeli rendőrség és a titkosszolgálat közös akciója során fogták el. Média értesülések szerint további letartóztatások várhatók. Végül egy programajánló. Július 15-e és 19-e között rendezik meg az ország legnagyobb katolikus ifjúsági találkozóját Egerszalókon. A színvonalas előadások mellett részei a programnak az úgynevezett kiscsoportos beszélgetések, melyek során a fiatalok megbeszélhetik élményeiket, gondolataikat az előadásokon hallottakról. A találkozón helyszíni regisztráció után vehetnek részt az odalátogatók. A Bonum híreket látták. Ha tehetik, támogassák televíziónk missziós munkáját, hívják adományvonalunkat a 13690-et. Ha pedig hírük, videójuk vagy fotójuk van, küldjék el szerkesztőségünkbe. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!